Üdvözlök mindenkit! Hát egy újabb hírrel szolgálhatok. A Magyarság Kutatóintézetnek természetesen sikerült az, ami a Magyar Tudományos Akadémiának nem. És DNS mintát nyertek a lovak király Szent László koponyárekéjéből. Alábbiakban szeretném idézni a Magyarság Intézet beszámolóját. Sikeres a Magyar Intézet mintavétele a Győri Szent László koponyerekéből. A Győri Egyházmegye júniusban engedélyezte a Magyar Intézet számára a Szent László koponyajerekje interdisziplináris kutatását. A fog és sziklacsont porból a helyszínen vett mintákból a Magyar Intézet Archeogenetikai Laboratóriumában a kutatók sikeresen nyerték ki a DNS információt, amelyből az egykor élt egyén teljes örökítőanyaga meghatározásra kerül. A tudománytörténet szempontjából mindenképpen megemlítendő a kutatás eredményességének előfeltétele mérföldkő volt az, hogy a Mátyás templomban nyugvó harmadik Béla földi maradványaiból vagy DNS-ből sikeresen meghatározták a turul nemzetségre jellemző genetikai profilt, amelyel összevetve a dinasztia minden tagja Mai elnevezéssel Árpádházi uralkodó azonosítható. További előzmény, hogy a Szent László Hermán és Kuponya Erekjén évekkel ezelőtt végzett kutatások eredményeit a Szent Király Lovak király. A Szent László Herma és a Kuponya Erekje vizsgálatai című kötetben foglalták össze a témával korábban foglalkozó kutatók. Az új kutatás. Többek között azért ismerült fel, mert más tudományterületekhez képest akkor az archeogenetikai vizsgálatok sikertelenül záródtak, hát legalábbis publikációs szempontból. A végleges eredményekről az erről szóló tudományos publikáció megjelenése után később számolunk be Azonban a két kutatás között eltelt idő és az új kutatócsoport által kidolgozott vizsgálati módszerek fejlődése több, mint reménykeltőek. Hát igen, ez van, hogyha igazolódik az a mondás, hogyha el akarsz foglalni egy országot, akkor szálld meg a tudomány és a kultúra bástyáit. A tudomány bástyáit, az akadémia, a kultúra bástyáit a különböző ilyen kereskedelmi televíziók szállták meg. De hát a bástya mellett épült egy másik bástya, ha nem is sikerült lerombolni, ez pedig ugye a Magyar kutató Intézet által felépített bástya lenne, amely futószalagon szállítja a történelmünk, őstörténetünk számára nélkülözhetetlen és pótolhatatlan elsősorban archeogenetikai eredményeket. Úgyhogy ennek megint örülni kell, mert ez megint egy jó hír. Köszönöm szépen a figyelmet!